Köszöntöm a VKC Televízió nézőit, önök a híradót látják. Lássuk, mi lesz mai adásunkban. M0-ás csomópont, nyáron megvalósul a turbókörforgalom. Levendulatolvajok, tilos leszedni a közterületi dísznövényeket. Nyitni kék óvoda, elkészült az új tornaszoba. Hamarosan végéhez érnek a budakalászi körforgalom közlekedés fejlesztési munkálatai. A korszerűsítéssel egy új forgalomgyorsító technológiát kap a csomópont, turbókörforgalmat hoznak létre. A kivitelező júniusban levonul az érintett útszakaszról. Az M0-ás és a 11-es főút körforgalmú csomópontjának soron következő munkálatait éjszaka végzik majd el, annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé korlátozzák a forgalmat. A kezdeti nehézségek ellenére a forgalom viszonylag jól halad az említett szakaszon, és a körülményekhez képest a kivitelező is kiválóan helytáll. Nagyon jól haladunk a körforgalom építés munkálataival. Hamarosan, június közepén meg is kezdődik majd a műszaki átadása a létesítménynek. A nagyobb volumenű dolgokon azért már túl van a kivitelező, de természetesen azért még vannak markáns munkálatok. Túlnyomó részt ugye a kopó réteg, ami a burkolat legfelső szintje, az már mindenhol megépítésre került, kivéve a M0-ás behajtóágon, illetve a körpályán. Úgyhogy ez még egy nagyobb munkálat lesz, itt nagyobb korlátozásokra lehet azért még számítani. Azt is el kell mondani, hogy egy forgalom alatt működő körforgalmat építeni, bővíteni, a csatlakozó ágakat is hozzáépíteni, szélesíteni, módosítani, azért ez egy nagyon nagy kihívás és nagyon nagy organizációt, logisztikát kíván meg, de folyamatos párbeszéd mind a érintett településekkel, szervezetekkel, meg a kivitelező és a megrendelő között, hogy ez napra készen folyamatosan próbálunk előre gondolkozni. Ez azért azt mutatja, hogy ez eredményes volt, sikeres volt, mert különösebb fennakadás nélkül azért mindenki vette az akadályt. A korszerűsítés többek között a jelzőlámparendszert is érinti. Az újraprogramozást követően a közlekedés várhatóan gördülékenyebbé válik majd. Azt kell tudni, hogy itt még a jelzőlámpa fázisról, hogy lesznek fix programok beépítve a jelzőlámpa programba, és minden sávnak lesz detektor hurok beépítve a sávba, és automatikusan figyeli a rendszer önmagát, hogy mennyi autó, mennyi jármű, hol halad el, milyen irányba mozog, és ennek megfelelően a beépített fázisból válassza ki, hogy most kinek milyen zöld idő fázist adjon. Lesz reggeli fázis, napközbeni, esti, délutáni, esti, meg hétvégi fázis. Úgyhogy ő ezekből próbálja összekombinálni, hogy éppen mi lenne ideális a megfelelő forgalmi helyzetnek megfelelően. De az biztos, hogy reggel, hogy azt a nagy forgalmat le tudja a lehető legzökkenőmentesebben bonyolítani a jelzőlámpa, ehhez egy nagyon gyors, feszes, kb. 20 másodperces zöld időkkel fog operálni. A közút ZRT Pest megyei igazgatójával az M0-ás és a 10-es út csomópontjának fejlesztési műveleteiről is beszélgettünk. A kopóréteg építés az M0-ágon és a körpályán, a körpályán a gömbsüveg sor elhelyezése, a burkolatjelfestés, illetve a portál beemelési munkák, illetve kisebb koronaéren történő munkavégzések azok még várhatóak, de az már forgalmat nem fogják akadályozni. És június 10-én szombat este, akkor már, amikor a körpályán behelyezésre kerül a gömbsüveg sor, akkor már nem tud másként működni a körforgalom, mint a végleges formájába, úgyhogy akkor már mellé bekapcsolásra kerül a jelzőlámpa is. Folyamatos előkészítés alatt van az M0-ás északi szektor érintett szakasz, ugye innen a 11-es úttól a 10-es útig, vagy az akkori majdani M10-esig. Az, hogy mikor lesz ez megvalósítva, többféle dátum is elhangzott egész a közeljövőben, szóval 2020-2022, itt több minden dátum is elhangzott. Sokan dolgoznak ezen, hogy minél korábban
megtörténjen, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT lesz majd ennek a beruházója, és már itt a kiviteli tervek. Folyamatos egyeztetésre járunk mi is, mint közút, a leendő üzemeltető, az alagutak tekintetében, meg minden műszaki szempont tekintetében. Úgyhogy az előkészítő és a háttérmunka már régóta folyik, és folyamatosan folyik. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy lőtávolban van a megvalósítás, de konkrétumokról már csak akkor beszélnék, hogyha már tényleg itt pontos dátumok szóba kerülnek, de nagyon szeretnénk a minisztériummal, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztővel karöltve, hogyha ez a lehető legkorábban, azért 2-3 éven belül itt elkezdődnének a munkálatok. A közút ZRT-nek a Lubastrand tulajdonosaival is sikerült megállapodásra jutnia. Ennek eredményeképpen kikerültek a táblák, amelyek a fürdőhelyhez vezető utat mutatják. Múlt hétvégén már 2 levendulatolvaj csoportot is elfogtak a városrendészek a József Attila úton. Mindkét esetben jelentős mennyiségű virágot találtak, a növények egy részét tőből tépték ki. Csokrokba szedve eladásra szánták a városunk főútjáról ellopott levendulát. Az önkormányzat a lakosság segítségét kéri a hasonló esetek megakadályozásában. Kérik, hogy azonnal jelezzék, ha tolvajokat látnak, hogy mindannyian sokáig gyönyörködhessünk a virágokban. A városrendészet telefonszáma 0670 314 6104. Múlt hét pénteken ünnepélyes átadás keretein belül nyitotta meg kapuit az óvodások számára a budakalászi Nyitnikék óvoda tornaszobája. A vadonatúj termet a régi raktárépület helyére húzták fel. Régi közös álma vált valóra Budakalászváros önkormányzatának és a Nyitnikék óvodának, amikor május 26-án átadták az újonnan megépített tornaszobát. Az épület átadása a szélsőséges időjárási viszonyok miatt elhúzódott. A projekt idén tavasszal fejeződött be, múlt héten pedig megtörtént a szalag átvágása is. Évek óta, sőt évtizedek óta kérték az óvonők, hogy azt a sportolási lehetőséget próbáljuk megteremteni, ami másik oldalakban rendelkezésre áll, de egy nem volt erre lehetőségünk anyagi forrásokból kifolyólag. Ezt tavaly tudtunk ezt költséget rendelni, forrást rendelni, és megépült a tornaszoba. Így most már mindenhol van tornaszoba, mind a három óvodánknál, és azt gondolom, hogy nagyon sokat jelent, nem csak igazán a városnak nagyon fontos, de a kicsiknek sokkal többet jelent, a pedagógusoknak sokat jelent. Végre úgy tudnak mozogni a gyermekek, hogy nem csak húzogatjuk arrébb a csoportszobába az eszközöket, és akkor picit tudunk tornázni. Ez egy közel 90 négyzetméteres tornaszoba, ami ugye számukra óriási, mert ugye ők picik. Sokan mondta, hogy kicsi a tornaszoba, mondta egy felnőtt 2 méteres ember. Hát neki lehet, hogy kicsi, de általában a gyerekek 1 méter környékén vannak, nekik viszont óriási. És nagyon örülnek neki, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a vágyuk, ez teljesült, rendezett az udvar, a környezete, úgyhogy sokat tudtunk ezzel dolgozni. Hosszas várakozás és tervezés előzte meg a projekt gyakorlati megvalósítását, amely tavaly októberben indult el. Először a régi omladozó épületet kellett lebontani, csak ezt követően kezdődhetett meg az építkezés. A kivitelező a 2 épület közötti területet korszerű burkolattal látta el, és a játszóudvar befüvesítése is megtörtént. Rendkívül nagy várakozással évek óta szívünk vágya egy tornaszoba megépülése. Néhány évvel ezelőtt az óvoda alapítványa próbálkozott, volt is tervünk rá, de sajnos pályázati úton ez nem valósulhatott meg. Most viszont elkészült, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Mit jelent ez az óvodának az életében? Újabb lehetőségeket a mozgásfejlesztésben. Eddig a csoportokban valósultak meg a testnevelés foglalkozások, amelyek most így átkerülnek a tornaszobába, ahol tényleg ideális körülmények között lehet ezeket megvalósítani, hiszen térben sokkal nagyobb, az eszközök közül bármennyit be tudunk vinni a tornaszobába és használni tudjuk. Ez rendkívüli lehetőség. A gyerekek minden mozgásformát nagyon élveznek, úgyhogy minden percet kihasználva nagyon-nagyon szeretik használni. És milyen foglalkozásokat fognak ezek után tartani a tornaszobában?
Hát ugye a mozgásfejlesztés mindenképp ott fog megvalósulni, valószínűleg a speciális fejlesztést igénylő gyerekeknek is fogunk tudni itt speciális mozgásfejlesztő foglalkozásokat tartani, illetve hát nagyon remélem, hogy a rendezvényeink egy része is átkerülhet. Például idén most már egy évzáró is a tornaszobában valósult meg, ami azért nagyon jó, mert sokkal inkább elférnek benne a nézők, minden nagypapa, nagymama, testvér, unokatestvér is itt lehet és megnézheti az óvodáskorú gyerkőcét. Mielőtt a kicsik birtokba vették az új tornaszobát, énekkel és versmondással ünnepelték meg a jeles alkalmat. Rogán László polgármester szerint az átlagosnál magasabb gyermeklétszám megköveteli, hogy az önkormányzat színvonalas oktatónevelő intézményeket létesítsen és megfelelő módon tartsa fenn azokat. Most nem sokára kezdjük a Szent István Telep iskola bővítését, ott 4 tanterem fog megépülni még a nyár folyamán, és ugye az új iskola építése, ami ugye idén elkezdődik, az egy 16 tantermes plusz szaktantermes, 23 tantermes iskola fog épülni Budakalászon, ez egy óriási beruházás, az értéke 2 milliárd forint körül van. Pályázunk folyamatosan egy új óvodára, most a vasútsorra, amit szeretnénk megépíteni. Amennyiben nem sikerül pályázni, akkor próbálunk majd valahogy saját forrást valamikor hozzárendelve akkor építeni, de mindenképpen kell még egy óvoda. A bölcsődét 2015-ben adtuk át, és azt gondolom, hogy nem tudunk megállni a fejlesztéssel, mert mindig követnünk kell az igényeket, de szerintem most, hogyha az iskolák megépülnek, a bölcsőde, amit átadtunk, meg az új óvoda, hogyha megépül, akkor darabig szerintem rendben leszünk. Budakalásznak a lélekszáma úgy változik, hála Istennek, hogy a kicsik száma viszonylag magas az országos átlaghoz képest, és ennek mi nagyon örülünk. De ugyanakkor ezt követnünk kell fejlesztésekkel. De ez egy örömteli feladat, igaz feladat, meg gond anyagilag, de ugyanakkor pedig kihívás a város számára, mi ezt meg fogjuk oldani. Az új szobában a tornafoglalkozások mellett fejlesztési órák és sok-sok játék is várja majd az óvis. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, a folytatásban megtekinthetik Köztér című műsorunkat. Híradóval legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol élőben elérhetik műsorunkat és visszanézhetik korábbi adásainkat is. De követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!